Szeretettel köszöntünk titeket a Bonduelle főzőpárbaján, kedves Zita és Gianni. Egymásnak fogtok főzni egy általatok választott ételt. A nagy kérdés az, hogy kettőtök közül melyikőtök főz jobban. Miután elkészültetek, jöhet az ételek kóstolása és nem túl szigorú értékelése. Egy szardellás, brokkoli és zöldborsos fuzillit fogok neked készíteni. Tudom, hogy szereted a zöldségeket, és a másik oldal azt is tudom, hogy azért nagyon szereted a szardellát vajjal és egy jó fehér borral általában így Olaszország tengerpartján. És tésztába szeretem. Szereted, szeretni jóta. Fogod, elbújik. Hidd el, hogy nem fogod látni. El fogom dugni valahogy. Jó zsebbe. És jó. Te pedig? Csicseri borsóval töltött palizsán. Wow! Nagyon jó. Ez próbáltam egy nagyon bonyolult. Látom azt, hogy azért van füstölpaprikád, van egy kicsi... Szállított paradicsom, joghurt, fokhagyma, kakukkfű, parmezánt ismered, és csicseri borsó. Szuper. Lehet, hogy én is lopni fogok egy kis parmezánt tőled, jó? Nem, de nekem viszont szükségem lesz a citromodra. Hoppá, tessék, a legsárgább a tiéd. Perfekt, iniciálom, kezdjük el! Te mit csinálsz? Bevágdosom, hogy igen. Sok jobban átsüljön, a sütőm már elő van melegítve 200 fokra. Kell akkor nekem olívaolaj. Olívaolaj itt van, drágám, nézd, nálam van. Szereted a csicseri borsót? Imádom. Szereted, ugye? Certo. Miért jó, te van. Szereted? Én nagyon. Humusz szokta lenni rengeteget. Rengeteget. Igen. És szerintem... Mondjad. Ebből így már mehetne is a tálba. Nem kóstolod meg előtte? Nem. Mindig érdemes megkóstolni a dolgokat. Nem akarom neked elmondani. De ez már kész van. Hát kóstold meg, kész. Nem kell megcsinálnom. De biztosan. Picit sem? Nem. Finom? Ízlik? Nagyon finom. Mi hiányzik? Só? Mit tennél nagyon bele? Nagyon finom. Semmi. Akarod, hogy benne legyen a fokhagyma, vagy ne legyen benne a fokhagyma? Vegyen ki a gerezdet, vagy nem? A belsejét? Nem, fokhagy... úgy mondod a tésztába. Vagy... Azt akarod, hogy legyen benne apróra vágva? Itt én azt szeretem. Is... Jó, oké. Okay. Allora. Nézd meg, Zita, mit történik most. Egy varázslat fog történni. Figyelj. Fogod egy pici olajat. De várj, akkor arra tesszük bele a serpenyőbe. Van, van. Hagyjad, hagyjad. Hát de fölmelegíted itt nekem a csicseri borsómat. Fogom a szardellát, figyelj. Beleteszek egy kicsit utána máshol is. Ennyi, hármat tettem bele, vagy négyet, elegendő. Van benne egy sósárga is. Ezért nem fog használni több sót, csak a vízbe. Oké, okay. Fogok egy jó kis fokanalat. Szépen várom, hogy az olaj fölmelegedjen, és közben el tudom utána, szét tudom törni teljesen a szardellát. Ezt beleteszem, nem szabad, hogy meleg legyen az olaj, hogy az olajba beleengedjen a fokhagyma ízvilágot. Ha nagyon forró, akkor megég, és akkor ennyi. Kiborulsz, ha lekötjük a kezedet egy két percre? Nem, nyugodtan. Szemedet? Nyugodtan. Nyugodtan. Hát annyi időm van, mint tegnap. Ekkor egy kézzel kell fölni. Meddig? Sokáig. Mi az amíg, sokáig? Amíg azt nem mondom, hogy... Nem, de tényleg. Még nem. Tudom én. Jó, rendben, akkor egykezes lesz. Öt, jó. Szereted, ne egy kézzel a parmezánomat. Reszeljem? Reszeld. Rendbe, reszelem. A kicsin. Látod, hogy eltűnt a szardella? Nézd meg, nincs már szardella. Jó, most már letelted a kezem. Most kettő nehezítést csinálta egyszerre. Jó. Szuper lesz ez. Én kéretek egy hajgumit. Összekötöm neked a hajadat. Nehogy összekötöm nézd, a hajamat. Gyönyörű, nem, ezzel ilyen. A piros csinálunk egy gyönyörű nem. Sári nénit. Ilyen. Ilyen. De gyere, várd. Nem. Nézd, nem, 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 nem. Nézd meg, milyen csinos vagy. Te csináld nyugodtan, én majd... Nem. Figyelj, én megnézlek. Nem. Bíz bennem. Nem, nem bízom bennem. Bíz bennem. Figyelj csak. Figyelj csak. Odaig a fokhagymád. Nem fog odaérni, drágám. Nagyon csinos vagy. Ez mi? Nagyon. Le ja, akarod venni? Ja, le. Nem. Pedig jól látod, drágám, nem akartam mondani, komolyan.
Hú, de jó lesz ez, akkor 3 perc, akkor ide beteszem. 3 perc, akkor nekem nem kell semmi. Egy részét ide rakom, azt szépen megpirítom, utána egy picit blancs. Na, legyen így. Fele ide. És majd a másik felét pedig be a vízbe. Most ezt a panko morzsát szépen megpirítom. Nem fogunk csak így oda rakni a végén, mintha egy kamu parmezán legyen. Van egy kis íze a fokhagymának. Hogy áll a padlizsánod? Ne haragudj. Ránéztem, még tökéletes. Nagyon jó. Közben pirult a kenyér is. Szépen leblansírozzuk ezt. Ez úgy jár, hogy képzeld el, ez itt az olasz konyhában, hogy a szegényeknek a parmezán, és nagyon sokan használják a száraz kenyeret megpirítva tésztákon. Szicíliában lehet vele nagyon sokat találkozni. Tényleg, mondd el, hogy nekünk a konyha az egy mennyire fontos helyszín az életünkben. Hallod? És amikor én főzök. Hallod? Amikor hagymát szeletelek, az mennyire fontos. Hát figyelj, nekünk ott kértem el a kezét, szóval... Igen. Egy jó kis lecsó közben úgy döntöttem, hogy akkor, ha már nem fogadt el az első alkalmat, hogy egy jó kis Veronába, egy jó kis műsor mellett így elkérjem a kezed, akkor történjen meg a serpenyők között. Lecsó, hagyma, vágás, sívás. Jeges tálba kell tenni, és ezzel nem veszíti el a színét. Ez nagyon egyszerű. Kap egy kis sózott vízbe egy kis idő, a brokkolit egy picit többet hagytam arra, hogy neked egy kicsit puhább legyen és krémesebb is legyen utána a végén, de majd megmutatom, hogy miért. És akkor így egy jeges vízbe tettem bele. De szóval most lehűl, vagy kiveszem, levágom, majd bekerül a serpenyőbe. Három percig hagyom benne a vízbe, kiveszem, és utána bele fog menni egy gépbe. Szépen beleteszem ezt a jó kis zöld borsot, és turmixolni fogom. Arra egy krém legyen belőle, egy kis brokkolival, hogy csináljunk egy kis krémet. A tálalásra fog bekerülni ez a végén. Így volt ez a recept? Nem, az a baj, én mindig komplikálom a dolgot, mert ki kell találjak valamit, illetve ezzel sokkal egyszerűbb is lehet megcsinálni, de én komplikálok mindent. Az életem mindig egy komplikáció. Ti nem mondod! Haszta mindenitek, ismersz? Ez a szardella, ami itt maradt nekem, nem fogom eldobni. Ha picit sós lesz, akkor azt tudod, miért van, ugye? Persze, mert szeretsz. Megmozgatjuk a tésztát mindig, arra ne ragadjon le. Gyorsan meg lesz. Most fogom. Levágom szépen. Hogy akarod, szép nagyra, igaz? Szereted így a brokkolit, igaz? Így. Nem azt szeretem a brokkolit. Én minden zöldséget imádok. Tudom. Lehet, nem lesz ilyen finom. De, tiéd is gyönyörű. Apukám, de szép lett! Jó, de azért ez a verseny elég egyértelmű, nem? Tehát De gyönyörű! Szóljék még! Ügye! Szerintem nagyon is finom. Ezt a feleségemnek készítettem rengeteg szívvel, szeretettel, mindennel, amit el tudtok képzelni. A káosz megvolt, de itt van az a tészta. Fusilli con broccoli, piselli verdi, fantastici, la crema di piselli sotto e le acciughe. Szardellákkal. A szegény parmezáknak, parmezán, a szegény kenyérrel. Nézd, ezt így körbe szórom, ezt nézd. Csak azért, mert nem tetszett, hogy annyira tiszta. Mit tennél rá? Semmi. Miért tudom, mi paprikát ide-ide. Hol van a paprika? Milyen paprika? Tennél rá még egy kis pizért? De ide-ide. Az de jó.
Kóstoljuk meg. Figyelj, az enyémet úgy kóstold meg, nagyon fontos, hogy fokhagymás tejföl. Vitatkoztunk azon, hogy kié volt a legjobb. Én azt gondolom, hogy szerintem a feleségém, mert ő szerint az enyém. Lényeg az, hogy bármelyik tetszett, nézzétek meg a recepteket a Bonduel weboldalán. Jó étvágyat, bon appetito. Dai, assaggiamo, vai. Kiváló. Ugye a csicseri borsó, kicsim. Mi? Olyan csicseri borsót készítettél, hogy ez brutál. Nagyon finom. Tiéd se lett rossz. Csinálhatod otthon. Igen? Nem viccelek. Ezt is. Super speciale. Mint a tavasz lenne. Komolyan. Ropog, egészséges, egyszerűen csodálatos. A főzőpárbajt Gianni nyerte. Gratulálunk! De azért Zita is megmutatta, hogy van keresnivalója a konyhában, és ügyesen helytált fekete öves férje mellett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy nagyon-nagyon ízlet, és ki fogja próbálni ezt a receptet, amit csináltunk. Azt akarom mondani, hogy minden rendben. Vi aspettiamo, spero che vi siano piaciute le ricette. Guardate Bonduel, BBB Bonduel, mi raccomando. Ciao, grazie. Ha szeretnék önök is elkészíteni Gianni és Zita ételeit, akkor látogassanak el a bonduel.hu weboldalra.